Kunov betelepülésének emlékére ezzel a kis ünnepséggel, ezzel a hagyományteremtő megemlékezéssel készültünk. Tisztelettel köszöntöm minden megjelent kedves vendégünket, de kiemelt tisztelettel F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőt, térségünk a Nagykunság országgyűlési képviselőjét. Kiemelt tisztelettel köszöntöm dr. Fezekas Sándor országgyűlési képviselőt, egykori földművelésügyi minisztert. Tisztelettel köszöntöm Huba Imre Csabát, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét és a Magosz Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei elnökét, valamint Szegediné Szabó Dóra polgármester jelölt asszonyt. Tisztelettel köszöntöm nagy tiszteletű Váradi László lelki pásztor urat. Valamint a vendégeink között megjelent Pusztai Róka Hagyományőrző Egyesület tagjait. Györfi Sándor, Munkácsi és Kossuth Díjas szobrászművészt, Emeritus Jászkun főkapitány urat. Tóth Endre, strázsamestert. Smuta Zsolt, Emeritus Jászkun főkapitány urat. Ullár Imre, Emeritus Nagykun kapitány urat. Bene Sándor, Emeritus Nagykun kapitány urat. Nagy András, Emeritus Nagykun kapitány urat. Barta Sándor, Regnáló Nagykun kapitány urat. Varga Ferenc, Regnáló Kiskun kapitány urat. Dr. Eskovács Ilona elnökasszonyt. Nagy Molnár Miklós igazgató urat, ha itt van igazgató úr, hanem akkor távol létében. Dr. Barta Júlia etnográfus asszonyt, Cuppál népi iparművész emléktábla készítőjét, Pengő Ferenc úr és a képviseletében megjelent sajtóorgánum képviselőjét, Magyar György főigazgató urat, Dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselőt, történészt, Klósz Csilla művésznőt, Szél Imre Kunhegyes Város Települési Agrárbizottságának elnökét, Madarasi Imrét, Kunhegyesi Gazdakör elnökét, Patkós Lajost, a Turkevei Gazdakör elnökét, Magos Vilmos urat, Turkeve Város polgármester jelöltjét, Vida Tamás főigazgató urat, Nagy Sándor urat és a mesterszállási delegáció képviselőit, Ánagy István urat, a terület tulajdonosát, valamint Házi Tibor urat, a tanya tulajdonosát, a terület szomszédját. És ezen kívül minden kedves megjelentőnek, és Györfi Lajos emeritus nagykun kapitányt. Bocsánat, kapitány úr. És minden kedves megjelent hagyományőrzőt, minden kedves érdeklődőt, minden kedves vendégünket. Kérem, hogy rendezvényünk kezdetén énekeljük el a himnuszt.
megkérem kedves vendégeinket, hogy aki tudja, énekeljük el közösen a székely himnuszt. Szeretném még tisztelettel köszönteni dr. Zsemberi József urat, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem intézetvezetőjét, Magda Attila urat, a Nemzeti Agrárgazdaság Kamara Jászlikun-Szolnok vármegyei elnöki kabinetjének vezetőjét, és ahogy említettem, minden további kedves megjelentünket. Elsőként kérem engedjék meg, hogy átadjam a szót Huba Imre Csaba elnök úrnak, hogy mondja el megnyitó gondolatait. Tisztelt jelenlévők! Először szeretném megköszönni, hogy elfogadtátok a meghívást. Ez a mai alkalom arra, hogy a Nemzeti Összetartozás napja néhány nap múlva, 4-én fog bekövetkezni. Ennek szellemében jöttünk ma itt össze, itt a Purgányhalmon, Kolbász széken, hogy emlékezzünk Kun őseink betelepülésére, akik 1239-ben települtek be ebbe a térségbe, és innen Kunhegyes, Kunmadaras, Karcag, Kisújszállás és Túrkeve városokban települtek le a későbbiek során, és építettek szép várost, és annak környezetét alakították ki. Hagyományait teremtették és továbbvitték. A mai napon itt egy emléktáblát avatunk, amely emléktábla emlékeztet bennünket arra, hogy közel 800 évvel ezelőtt települtek be ide Kun őseink, és itt ezen a térségben, illetve tőlünk jobbra Kolbászék településen laktak tüzet és tanyát választottak. Az 1500-as évek végén a Kunok már a sok zaklatás után már nem ide települtek vissza, hanem a mai Kunhegyesre, a Kakat két partjára, a Hegyesek és a Kunok, tehát Kunhegyes településre. Itt mi most ennek az emléktáblának a felállításával, a Kunkapuval, amit keletre tájoltunk be, illetve Györfi Sándor, Munkácsígyas és Kossuthias szobrászművész alkotásával fogjuk kiegészíteni annak, aminek a makettját majd be fogjuk mutatni. És művészótó felhatalmazásom van arra, hogy ez ebben az esztendőben közadakozásból, ha elkészül, akkor azt október 20-a környékén itt fel is fogjuk avatni. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek erre a mai alkalomra, és emlékezni tudunk együtt, közösen a
múltra, a jelenre, és a jövőképünk tulajdonképpen ezeken a gyökereken fog alapozódni a továbbiakban. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és gyűjtsetek erőt a továbbiakban, és a legközelebbi választás alkalmával az egységre szavazzunk, hiszen mi is ennek a népcsoportnak, a magyarságnak vagyunk tagja, és ezzel erősítjük annak idején, a Nedencó idején, 1020 huszát állítottunk ki, és a vérünkkel áldoztunk, őseink vérével áldoztunk, ezért, hogy itt lehetünk, és úgy gondolom, hogy jövőben is itt fogunk lenni, és az emlékezet összetart bennünket. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm, elnök úr, megnyitó gondolatait. Felkérem F. Kovács Sándor képviselő urat, köszöntője megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők, kapitány urak, főkapitány urak, miniszter úr, elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy csodálatos helyen állunk, egy talán nem túlzás azt mondani, hogy szent helyen. Hiszen a betelepülő kunok, amikor megszállták ezt a területet, első megszállt településük a kolbászszék volt. És mint a magyar nyelvet anyanyelven beszélő gyermeknek, nekem kicsi koromban a kolbászszék, az étel jutott az eszembe. De tudjuk azt, hogy a kun nyelven a kolbász mást jelent. Sokan nem tudják. Sokan nem tudják, hogy a kun nyelven, amit még megértenek akár Közép-Ázsiában, vagy szerte a török nyelvű vidéken, a kolbászt más jelent. Ez egy összetett szó. A kol az a kezet jelenti, a basz pedig a fejet, a vezetőt. Ha ezt az összetett szót akár egy kazak szótárba beírjuk, akkor azt kapjuk, hogy fővezér. Tehát kolbászék az első vezéri központ volt itt a nagykunságban. És amikor itt állunk, és innen körbenézünk, az első Magyarországra betelepült kunok vezéri szállása volt ez a terület. Ha feljövünk erre a halomra, akkor lehet, hogy nem ezt a tájat látták, nem ezeket a szántókat, de a vezérek innen néztek szét, és nekünk kötelességünk, hogy ezt a helyet szentként, ünnepi helyként tiszteljük. Én köszönöm Huba Imre Csaba elnök úrnak, és köszönöm azoknak az ötletgazdáknak, akik elhatározták azt, hogy akár ide egy emléktáblát avassunk, egy kunkaput, amely nyugatról keletre néz. Amikor ezen átmegyünk, akkor nyugatról napkelet irányba, vagy napkelet irányból nyugati irányba tudunk menni. És nekünk, akik ennek a tájnak, ennek a nemzetnek, a kunoknak a leszármazottai vagyunk, sokkal többet jelent ez a hely. Jelenti a gyökereket, jelenti a biztos támaszt. Azt a támaszt, ahol két lábbal meg tudunk támaszkodni, ahol lendületet tudunk venni, ahonnan elindulunk, és ahova megérkezünk. Még egyszer köszönöm azoknak, akik itt vannak, akik átérzik ennek a napnak, ennek a helynek a jelentőségét, mert nekünk ez a Domb-hegy, ahonnan láthatjuk az egész világot. Én kívánom azt, hogy utánunk jövő generációk jöjjenek ide, érezzék azt, amit most mi itt érzünk, és gondoljanak az őseinkre, és majd néhány száz esztendő múlva jó emlékükben őrizzenek meg bennünket is. Mindenkinek méltó ünneplést kívánok! Köszönjük szépen, képviselő úr, és most felkérem Barta Júlia etnográfust a kun miattyánk előadására. Bizingat a misz, kim színköpte, szen lészen, szeni nadindus szűnszenén köptünk. Ne csikkim zserde alaj kökte, bizimek mei mizni berbizke büdbütünkünde, írd bizim, minimizni.
ne csikkim bizdei ermiz ötrükkel genge. Ilt me bizi olcsamanga, kutkár bizi olcsamannan, szent bárszín bukücsli, bucsin égi tengri. Ámin. Köszönjük Balta Júlia előadását, most pedig szeretném felkérni Szegedné Szabó Dóra polgármester jelölt asszonyt, hogy mondja el köszöntőjét. Nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlevőt. Kunnak lenni nem vérségkérdés, nem genetika, hanem életérzés, a hovatartozásnak az a biztos tudata, amit kapaszkodót jelent a válsággal teli világba. Minél több a társadalmi bizonytalanság, annál erősebb a kulturális és a nemzeti hovatartozás igényének keresése, felmutatása. Hazánkban több ízben költöztek be a kunok. Legtöbben IV. Béla király idejében jöttek be. IV. Béla király a kereszténység felvétele mellett megengedte a kunoknak a letelepülést. Magyarországon letelepedett kunoknak 7 nemzetsége volt, és mindegyik nemzetség külön széket alkotott. A 7 szék a következő. Hontorszék, Mizseszék, Kecskemétszék, Halasszék, Szentelszék, Berényszék és Kolbászszék. Kolbászszékből alakult idővel a Nagykun kerület, amely ma a Nagykunság néven ismeretes. A kunok eleinte a nekik kijelölt részeken álló helyeken nem telepedtek le, hanem hol itt, hol ott, sátort ütve ide-oda vándoroltak. Kolbászszéknek kitűnő legelői voltak, ezért lakói főként állattenyésztéssel foglalkoztak. Kolbászszék egy részét azonban hajdan a víz borította, minek következtében volt elég halászóhely is, amely a lakosságnak szinte bőjövedelmet nyújtott. A vizeken rengeteg vízimadár tanyázott. Ezeket szép tollukért vadázták. És mi büszkén vállaljuk magunkat kunoknak, kunvonásokkal, életérzésükkel, és ilyenkor erősödik föl az identitás érzése, mert ez kapaszkodót jelent a globalizált világba. A kunsági ember álhatatos, honok, a végsőgig kitart a meggyőződése mellett, és hozzá egyenes is. A kunhegyesi még erre is rátesz egy lapáttal, erre mondják, hogy jó munkaerő. Valószínűleg ez fúzódik meg minden siker mögött. Sokat várunk tőlük, szorítunk értük és reméljük, hogy halóra válik mindaz, amit tenni szeretnének a nagykunságért és Kunhegyesért. Köszönöm szépen! Köszönjük Szegedné Szabó Dóra gondolatait, polgármester jelölt asszony gondolatait, és azt kívánom az elkövetkezendő időszakra, hogy a munkáját, azt a kötelesség és hivatástudatot, amivel belevág ebbe a nehéz feladatba, az kísérje mindig a Jóisten áldása, nagyon sok siker és a kunhegyesiek megbecsülése. Most pedig szeretném felkérni dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt, egykori földrengési minisztert ünnepi beszédjének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, lehet hallani, amit mondok? A pusztai szél az nem csak a lelkünket ragadja meg, hanem a szót is reméljük, hogy messzire viszi erről a helyről és az alkalomról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszöntöm Hubai Imrét, aki a Kolbászszék jogutód Jászthegykun Szolnok megye közgyűlésének az elnöke, hiszen a közjogi folytonosság az megvan a mai napig az alapító ősi kunok és a mostani vármegye között. Külön köszöntöm Szegedné Szabó Dórát,
a Fidesz-KDNP kunhegyesi születésű polgármester jelöltjét és önkormányzati képviselő jelöltjeinket is. Itt ezen a helyen, itt és most. Örülök annak, hogy összegyűltünk azért, hogy a Nemzeti Összetartozás napján a helyi közösségünk összetartozás tudatát is erősítsük, és üzenetet fogalmazzunk meg, hogy a jövőt csak ezekre a közösségekre alapozva lehet építeni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy történelmi jelentőségű helyen állunk most, itt ezen a csodálatos halmon, és tőlünk a város fele nyúló oldalon, illetve a környező részeken állott valamikor Kolbász mezővárosa, a történelmi nagykunság középkori székhelye. Nehéz elképzelni ma azt, hogy itt egy város volt, mezőváros, és hogy mi mindennek kellett történni ahhoz itt a hadak útján, hogy átalakuljon a táj, az emberek máshova költözzenek, de azért az emlékezet megmaradt, ma is pontosan tudják, tudjuk azt, hogy hova kell jönnünk, ha itt akarunk lenni, az ősökre emlékezni és emléket állítani. Kolbász mezővárosa 300 éven keresztül volt a kunság székhelye. Az olasz nemzetségnek, a nagykunoknak volt a központja. Évszázadokon keresztül itt tartották kun őseink gyűléseiket. Ez volt a bíráskodási és a gazdasági központ, jeles vásáros hely. Itt volt a középkori kunkapitányok székhelye is. Egyházi központ is volt, hiszen középkori gótikus téglatemplomának a nyomait a régészek megtalálták. Az 1400-as évek közepén épült, ami egy nagy teljesítmény egy olyan néphez képest, amely még abban az időben is jó rész sátrakban, jurtákban élt, leírják a korabeli történetírók is. Tehát a letelepedett életmódnak, a városias életmódnak is az egyik első jele volt ez a település. Sajnos a török pusztítások miatt több alkalommal, így végül 1683-ban török tatár segédhadak dúlása miatt néptelenedett el ez a település. Édesapám adta át azt a szájhagyományt, amely szerint, mikor véglegesen elpusztították a tatárok Kolbászt, akkor a lakosság jelentős része kunhegyesre, más része Karcagra menekült. Karcagra vitték azt a levéltárat, illetve oklevéltárat, amely a kunok kiváltságait és a közöttük zajló különböző ügyeket is dokumentálta. A határ kétharmada a kunhegyesiek élet, tehát a kunhegyesiek tényleg aztán igazán kolbáziak, egyharmada pedig a karcagi határba került. Még egy érdekesség fűződik ehhez a történethez, az, hogy a város harangját viszont egy kútba rejtették a legendák szerint, ezt már többször akarták megtalálni, hát bízom benne, hogy a technika fejlődése lehetővé teszi azt, hogy igazoljuk ezt a legendát. Én remélem, hogy majd eljön ennek is az ideje, talán sikerül majd föllelni ezt az értékes középkori harangot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kunok szabad nép volt, szabad népként csatlakoztak a magyarsághoz. Nem migránsok voltak, nem bevándorlók, hanem csatlakozó egyenrangú népelem, és olyan kiváltságokat kaptak, amelyeknek a lényege az volt, hogy autonóm, a megyeszerkezettől teljesen, megyeszervezettől teljesen független, területi önrendelkezés joggal rendelkeztek, nem voltak jobbágyok, szabad harcosok voltak, élvezték ennek az előnyeit és a hátrányait egyaránt. Kolbász, illetve az olasz nemzetségnek a település területe 1440-től szerepel a forrásokban. Abban az időben az Amerikai Egyesült Államok, de még az amerikai fehér telepek sem léteztek, abban az időben még a portugál és spanyol hódítások, Afrika körülhajózása sem történt meg. Tehát egy teljesen más világban látszik az, hogy már akkor itt nagyon komoly élet volt. És ehhez a székhez 30-35 település tartozott. Van olyan adat is, hogy 48-at lehet kötni a középkori Kolbász székhez. Ez bizony egy jelentős szám. És hát mindennek itt volt természetesen a széke, ahogy említettem, a vármegye jogelődjét jelentő közigazgatási egységben. Érdemes végig gondolni azt is, hogy a mai világban, amikor kormány, miniszterek, megye, önkormányzatok, polgármesterek vannak, hát hogy nézett ki az akkori kerületi vezetés? Azért rend volt akkor is a fő szempont, rend legyen, a települések lakóit tizedekbe szervezték, a tizedek élén tizedesek álltak,
ő fölöttük voltak a hadnagyok, és legfelül pedig a kapitányok, akiknek a ma is folyamatosságot biztosító szerepe ismert előttünk, és tisztelettel köszöntöm főkapitány és kapitány urakat itt ezen a szent helyen. Tehát a kapitány volt a meghatározó egyéniség, választották, szabad választás a saját soraikból egyébként, és ő járt el az országgyűléseken, ő képviselte a kapitány a közösséget idehaza és a távolabbi pontokon is. Talán még egy dolog ide kívánkozik a történelemből, hiszen Kolbász, a Széke és a Nagykunság közötti népbeli összefüggés is sok kérdőjelet vetett fel régen is és ma is. 1558-ból van egy olyan törökkori összeírás, az egrivár vitézei végezték, akik ugye az itteni lakosoknak az adójából is igyekeztek fönntartani az erődítményt, az abban állomásozó katonaságot. Tehát ebből az időpontból van az első adat arról, hogy a Kolbász széki kunokat nagykunoknak nevezték. Hogy miért nagykunok, hogy többen voltak, mint a kiskunok, vagy kevesebben voltak, nem tudom, de általában a nagy, a középkori felfogásban, de az ókorban is a régit is jelentette, az erőst is jelentette, és hogy képviselő úr Kovács Sándor mondta az imént, ugye ez volt a székhelye már a betelepüléskor a kunoknak, tehát egy olyan helyen állunk, amely a tradicionális központja, a lelki, autonomiális központja volt a közösségnek. Én remélem azt, hogy a jövőben át tudjuk élni, hogy ez a hely olyan megemlékezéseknek legyen a színhelye, mint a mostani is, és amely kötődik ehhez a korhoz és ahhoz az üzenethez, hogy igen, itt kezdődött a kunok történelme a Kárpát-medencében. A letelepedés története itt kezdődött. Már előtte is volt több pont, a Radnai hágó, Pest, a különböző csaták és vándorlások, de maga a kun élet, a kun világ kezdete az ehhez a helyhez kötődik. És erre büszkék lehetünk mi valamennyien, büszkék lehetnek a kunhegyesi kunok és valamennyi kunsági településnek a lakói, akik most képviselőik által és itt vannak jelen. Én bízom abban, hogy ilyen és hasonló megemlékezések rendszeressé válnak majd, együtt tudunk lenni, nem kellenek óriási ünnepségek, nem kellenek hatalmas tömegek, azoknak kell itt lenni, akik ezt magukénak érzik, és saját maguktól, a hely szelleme által vezérelve el tudunk majd ide jönni valamennyien. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én szeretnék köszönetet mondani a mai rendezvényért Huba Imre Csabának, kedves családjának, az őket segítő gazdáknak, mindenkinek, a terület tulajdonosának, a jószándékú szomszédoknak és közreműködőknek azért, hogy ma ez a pillanat létrejöhetett, ez az alkalom létrejöhetett. És külön köszönöm Huba Imre elnök úrnak, a Vármegyei Közgyűlés elnökének, aki, ahogy említettem, a jogutódot képviseli most, az odafigyelést, és bízom abban, hogy ennek a helynek a gondozása a megyének a kezében az odafigyelés által megvalósul, és talán érdemes felvetni azt is, hogy tájegységünk határait jól láthatóan meg kellene majd jelölnünk táblákkal az utak mellett. Vannak már ilyen jelek a településeken, hogy a közigazgatási határa a kerületnek a ideérkezők számára is nyilvánvaló legyen. És végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a közreműködést kedves vendéglátóinknak, a kunhegyesieknek, Szegedini Szabó Dórának, a polgármester jelöltünknek, és mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik kunhegyesen azt, hogy az értékőrzés, az emlékezet őrzése az eleven legyen, és erre alapozzuk azt a jövendőt, amelyet kötelességünk, hivatásunk építeni. Köszönöm szépen a figyelmet, méltó megemlékezést kívánok, és azt kívánom, hogy a szívünkbe vigyük el ennek a pillanatnak az emlékét, és minél többször találkozunk ezen a helyen. Köszönöm szépen! Köszönjük, miniszter úr, ünnepi gondolatait, és ezek után kérem, hogy tekintsük meg a Pusztai Róka Hagyományőrző Egyesület lovasainak műsorát.
Kedves vendégeink, azt gondolom mindannyiunk nevében mondhatjuk a Pusztai Rókák Hagyományőrző Egyesület tagjainak, hogy nagyon szépen köszönjük az előadást, mint mindig, ma is óriási élmény volt nekünk ezt megtekinteni, és felidézte a génjeinkben rejtett kódokat, és szinte fölnyitotta azokat az emlékeket, ami most már szakrálisan is fölkészített bennünket az emléktábla leleplezésére. Szeretném felkérni az emléktábla leleplezéséhez Szegediné Szabó Dóra polgármester jelöltasszonyt, dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urakat, Kuba Imre Csaba urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jászlekun-Szolnok vármegyei elnökét, valamint a Magosz Jászlekun-Szolnok vármegyei elnökét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kulcsoljuk össze a kezünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, legyen tiéd a dicséret, a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás, hogy ebben az órában emlékezhetünk és hálát adhatunk a te felséges dolgaidért. Hálát adhatunk, Urunk, a mi szívünkben, a mi lelkünkben, hogy egykor olyan bátor nemzetet, bátor népet ide vezettél erre a helyre, amely azóta is itt él, itt munkálkodik, itt szolgálja és itt építi a te országodat. Köszönjük, Urunk, hogy ezeknek most mi részesei lehetünk, és megajándékozol mindazzal, az igével, üzenettel, emlékekkel, amivel épülhet a mi hitünk, erősödhet a mi reménységünk. Így kérünk, jöjj közel hozzánk, és a te szent lelkeddel áld meg alkalmunkat. Nem magunkért, hanem Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő, emlékező gyülekezet, Istennek igéjét olvasom Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 2. versében. Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 2. versében így olvassuk Isten igéjét, melyet a lélek erejét kérve és várva hirdetek. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, hogy próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, felolvasott ige szakaszt maga Mózes mondja el az ő szeretett népének, és Mózes kihangsúlyozza, hogy emlékezzenek arra a megtett útra, amelyen az élő Isten vezette őket a pusztában. Tudjuk a Szentírásból, hogy nappal felhőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop mutatta az utat. Ezen az úton mindvégig gondoskodott róluk, amikor nem volt enni vagy inni valójuk, megpróbálva hitüket, és ezáltal megtudva mindazt, mi van az ő szívükben. Ezért is kéri Mózes, hogy mindig emlékezzenek, hogyan vezette, hogyan hordozta őket, majd később hogyan vezette be őket arra a bizonyos megígért földre. Szeretett testvéreim, emlékező gyülekezet, ezen a mai napon, ebben a délutáni órában is nem kér más tőlünk a kegyelem Istene, hogy emlékezzünk és hálát adjunk mindazért, ami itt, ezen a helyen történt,
amikor is megérkeztek az ősök erre a helyre, ahol letelepedtek, utat készítettek maguknak, és nem csak ők is visszaemlékezhettek, hogy honnan indultak, hanem hová vezette őket a minden kegyelemnek Szent Istene. Ide, erre a területre, amelyet hallhattunk, hogy az Olás nemzetség, vagy kolbászszék, vagy kolbászszállás központtal született meg ez a terület, ahol mi is hálát adhatunk és emlékezhetünk. A Teremtő Istenbe és az ő egyszülött fiába, megváltóba vetett erős hitük segítette és vezette a kunokat örömben, küzdelmeikben, nehéz vagy kilátástalannak tűnő helyzeteikben. Érezhették mindazt, amit egykor Isten népe, hogy van, aki hordozza őket, és még abban a küzdelemben is, azokban az időkben is, amikor megfosztották őket a szabadságtól, a kiváltságtól, és eladták őket a német lovagrendeknek, de ők nem adták fel a küzdelmet, és jött a redemció, jött az önmegváltás, és újra szabadok lehettek. És hiszem, hogy itt ezen a szent helyen ezt a szabadságot érezhetjük most is, hiszen emlékezhetünk, és hálát kell, hogy adjunk egy út kezdetéért, amely Isten kegyelméből mind a mai napig tart. Hiszen most is itt lehetnek velünk a mai kunkapitányok, mai vezetőink, lelki és akár állami értelemben is. Velünk lehetnek, hiszen ők azok együtt lehetünk eszközök az Isten kezében, hogy ez az út, ez az identitás, ez a hit és ez a reménység mindvégig megmaradjon a következő nemzedék számára is. Hogy majd az utódaink is tudják, hogy hogyan indultak az ősök, milyen utat jártak be, hogyan építették és építik ma is az országot, és építhetik az Isten országát is. Mert mindig tudtak az Isten felé fordulni, és ma is. És én hiszem azt, hogyha ma is Isten felé fordulunk, egy olyan nemzet részesei lehetünk, melyben boldogok lehetünk. Miközben visszagondolhatunk elődeinkre, akik itt éltek, küzdöttek azért, hogy mindvégig megmaradjon az úton ez a közösség. Megmaradjanak a kun településeinknek közösségei, gyülekezetei, és emlékeznünk kell, hogy Isten azzal a feladattal bízta meg őseinket, hogy megalapozzák azt a jövőt, amelyben ma is élünk. És én hiszem azt, hogy ez mindannyiunk feladata, mindannyiunknak a küldetése, hogy megalapozzuk utódainknak is a jövőt. És ha egymásba látjuk az erőt, ha tudunk egymásra számítani, ha hajlandók vagyunk megfogni egymás kezét, és ha imára tudjuk kulcsolni a kezünket, nem kell félnünk a holnaptól, mert van Istenünk, aki hordoz bennünket. Mert van győzedelmes Úr Jézus Krisztusunk, aki ígérete szerint velünk van minden napon a világ végezetéig. Tudjuk, érezzük ebben a mai világban, hogy ez az út nem könnyű. Van, ami emészti az embert, de mégis egy csoda, hogy vannak emlékhelyek itt a Nagykunságban is, vagy a Kiskunságban, vagy szerte az országban. És itt is épültek templomok, amelyekbe, ha elmegyünk, összekulcsoljuk a kezünket, és feltekintünk Jézus Krisztusra, mindig van és lesz lehetőségünk új erőt gyűjteni, és minden kétséget legyőzni. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, ezért bátorít ez az ige, hogy tegyük ki az életünkből mindazt, ami a modern kornak a bálványaihoz vezet, mert nekünk mire van szükségünk? Családra, erős közösségre, összetartozásra van szükségünk.
és jó példát kell mutatni a mi utódainknak, azzal, hogy Istenre kell bízni magunkat. És milyen csodálatos, hogy ezen a mai napon kérhetjük az élő Isten, hogy el ne feledkezzen mi rólunk. És bizony így emlékezhetünk, és így adhatunk, úgymond a mi szívünkben könyöröghetünk az Istenhez, hogy majd a nemzeti összetartozás napján is mutassa meg nekünk az utat, adjon hitet, és adjon reményt, hogy mi vele együtt, aki vezetett bennünket, és látja a mi szívünket, akár kunok, akár magyarok, mi egységet alkotunk, összetartozunk. Bárhol is éljünk, akár itt a Kunságban, vagy a Kárpát-medencében. Éppen úgy, ahogy az ősök tették a kezdet kezdetén, ezen a szent helyen. Ez a tábla hirdesse a múltat, a jelent és a jövendőt. Így mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Áldjon meg otthonodban és templomodban, munkádban és ünneplésedben, könyhullatásodban és reménységedben, családodban és utódaidban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Nevében koszorúzza meg az hogy közösen helyezzük el az emléktáblánál a 3. kerület
polgármesterei nevében, valamint a Jászlikon Szolnok vármegyei közgyűlés nevében a megemlékezés koszorúját. Szépen Klósz Csilla előadását. Ezennel az emléktábla avatása, ez a kis emlékműsor a végéhez ért. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a közreműködését, mindenkinek, aki jelen van, és mindenkinek, aki, ha nincs is jelen, de segítette ennek az emléktáblának a felállítását, és hozzájárult akár területtel, akár munkával, akár csak egy jó szóval, egy gondolattal, hogy Kunhegyest, Kunhegyes határában Korbásszéket méltó módon tudjuk jelölni, mind a jelenkor, mind pedig utódaink számára. És ezzel a hagyománnyal a későbbiekben évről évre erősítsük a nagykunságban élők öntudatát, identitás és összetartozás élményét.